Hagyomány már, hogy a magyar Continental Singers nyári turnéi során a városban is koncertet ad a paksi pünkösdi gyülekezet szervezésében. Legutóbb az Én Paksom fotópályázat díjkiosztó gálája alkalmából látogattak el a városunkba egy fiatalos, lendületes műsorral. A napokban ismét rendhagyó előadással kedveskedtek az érdeklődőknek. Szoktuk magunkat bemutatni, hogy az öreg Continental, hiszen ez évközbeni csapat, akik zenészekből és énekesekből állnak össze. És ők nyáron már nem tudnak turnézni, hiszen javar és családos emberekről van szó. Viszont szeptembertől júniusig nagyon nagy lelkesedéssel vállalunk koncerteket. Szinte minden hónapban van is meghívásunk, és nagyon-nagyon szívesen elmegyünk idősek otthonába, vagy éppen óvodába, kórházakba, vagy bármilyen művelődési házba, az ország bármilyen településére. A paksi gyülekezet az országban elsőként 2 évvel ezelőtt nyitotta meg az Adományszigetet. A közösség imaháza mellett működő üzlet egy svéd támogatással és kezdeményezésre létrejött helyi adománybolt hálózat egyik tagja. Ennek az Adományszigetnek, adományboltnak az a célja, hogy emberek, családok tudjanak behozni azokat a használati tárgyaikat, amelyek még jó állapotúak, valakinek még nagyon hasznosak lehetnek, de a tulajdonosa már megunta, vagy feleslegesé vált számára, tehát be tudja hozni, ide ajándékozó nekünk a gyülekezetnek, és mi pedig nagyon alacsony áron eladjuk, úgyhogy az, aki vásárolni jön, nagyon jó minőségű árukat tud vásárolni, nagyon kedvezményes áron, és azokat az összegeket, amelyek ebből bejönnek, ezeknek egy komolyabb hányadát jótékonysági, karitatív és missziós célokra fordítjuk. A Continental Singers Örvendjen a szívünk elnevezésű programjával legközelebb Békés Csabán áll a közönség elé. Ezt követően az adventi időszakban a székhelyükhöz, Miskolchoz közeli kis falvakba látogatnak majd el.